Iskola nyitás és alapítványok, meg egyáltalán oktatás, ezzel kezdjük a mai egyenes beszédet. Jó estét kívánok! Vendégem pedig itt van már velem szemben, Hiller István volt oktatási miniszter, az MSZP választmányi elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó döntés volt visszaküldeni a gyerekeket, diákokat május 10-én az iskolapadban, néhány hét van hátra jóformán. Igen. Miért? A diákok, a gyerekek mentális egészsége miatt. Ez a tanév oktatási szempontból elszállt. De kell, igen kell, hogy betartva a szabályokat kiszabaduljanak, és hogyha olvasom a nemzetközi sajtót is, ma Görögország is ugyanezt tette, hamarosan Ausztria, Olaszország. Viszont itt nem szabad megállni a mondattal, mert elképesztő másfél év, elképesztő három fél év van mögöttük az iskolába. Az oktatás irányításnak most nem arra az 5 hétre kell koncentrálnia, ami ebből a tanévből megvan, sőt, már korábban, amikor a harmadik hullám időszakában elején lezárták az iskolákat, akkor el kellett volna kezdeni a felzárkóztatás módszertanát, a felzárkóztatás programját kidolgozni. Nem olyan lesz a következő szeptemberben induló tanév szerkesztőasszony. Ha egészségben vagyunk mindannyian, akkor sem. Egy-két konkrétumot tudna mondani, hogyha tanulságokat nyilván le lehet már vonni az elmúlt egy évből, elmúlt másfél évből is? Mik a legfontosabb? A legfontosabb az, hogy a tanulás, a tudás átadás és a tudás átvevés az egy kimondottan bensőséges. Kimondottan két ember, vagy néhány fiatal és egy idősebb, tapasztaltabb közötti bensőséges folyamat. Van, igen, amit de meg ezt, lehet... bocsánat, hogy megakasztom, de ezt ugye lehet, hogy ezt eddig is tudta pedagógus, tudta tanár, tudhatták a szülők, tudhat az iskola, csak ugye jött egy járvány. Arra mi lehet a válasz, vagy a tanulság? Ugye senki nem akarta, hogy ilyen módon szerezzük meg ezt a tapasztalatot, de ez most már éles helyzetben bizonyított, hogy így van. Van, amit lehet csinálni online. Szerintem gyenge volt az, amit végül is a magyar oktatás irányítás produkált, és van, amit nem. A legnagyobb baj a legkisebbekkel van. Megtanítani írni a B betűt, szavakat egymás mellé tenni, összeolvasni, hogy mondat legyen belőle, megtanítani az alapvető számolási dolgokat. Ez ne osztályokat lássunk, 6-7-8 éves magyar kislányokat és kisfiúkat. Ott, már most mondom, kell egy olyan felzárkóztatás, ami akár már most elindítva, de szeptembertől mindenképpen erre fordítja a figyelmet. Ez benne lesz az ellenzék programjában is? Mert a Covid-ra nyilván nem lehetett felkészülni, de ma már több mindent látnak. De a felzárkóztatás benne van. Sőt, hol van ez a program? Most nem az MSZP-re gondolok, mert az MSZP-nek tudom, hogy van, és külön-külön vannak. Így van, bemutattuk, azért mikor csak hangsúlyozzuk. Mikorra fésülik össze? Én azt tudom, nyilván ez másnak lesz a feladata, hogy még ebben a hónapban lesz miről beszélni, de az MSZP kétségkívül saját ebben a hónapban program. Meg lesz a közös összenezeti program? Lesz miről beszélnie az ellenzéknek program ügyében még ebben a hónapban, igen. Oktatási területről is? Hogyne, hát az lenne már csak a szép, hogy oktatásról. Minden területről? Igen. Térjünk át néhány mondat erejéig a költségvetésre. 2022-es költségvetés az oktatás vesztesnek tűnik. 43 milliárd forinttal vágják meg ezt a területet, és hogyha jól néztem, akkor a felsőoktatás finanszírozása csökken nagyot. Mit mond erre? Lehet-e oka az, hogy az állami egyetemeket, szinte majdnem az összeset, magánalapítványokba szervezték ki? Igen, itt egy kimondottan nagy átverésről van szó. Mi az átverés? Becsapták. Becsapták az egyetemek vezetőit. Becsapták azokat, akik egyébként másban hívve szavaztak. Azt mondták, hogy egyébként túl mindenféle előnyön, amit én nem látok szakmailag, de azért jön 1500 milliárd forintnyi Európai Uniós pénz, és itt fél kánoán lesz az egyetemeken. Vajon te meg akarod-e akadályozni, te, aki szavazol ott a szenátusba? Hajlandó vagy-e megakadályozni azt, hogy ennyi pénzt kapjunk? Ennek a tudatába szavaztak. De kaptak pénzt, tehát a többségük az állami részvény vagyont is adtak. Nem, a többség nem. Vannak néhányan, de például a három nagy vidéki tudományegyetemünk. A vidéki felsőoktatás, a vidéki tudományegyetemeink mindegyike. Abból a paketból egy szemet nem kapott,
az ígéretet kapta, hogy európai uniós forrásokból kap, de annyit, hogy nem tudja hova tenni, aztán kiderült, hogy ez nem lesz. A költségvetésből, már hogy a központi költségvetésből, a magyar költségvetésből, meg az derül ki, hogy onnan sem lesz pótolva. Rengeteg, rengeteg pénzt ígértek, és nem, hogy annyit adnának, hanem semmit nem adnak. És a költségvetésben is kevesebb. De mégiscsak azt írják elő előre, évekre előre, hogy ugyan a magyar állam tulajdonából, a közös tulajdonunkból kikerültek az egyetemek, egy kuratórium a alapítvány, kuratórium a tulajdonos, viszont a közös költségvetésből mi finanszírozzuk. Egy dolog ezzel kapcsolatban, azt mondja az ellenzék, hogy az egészet, hogyha nyernek 2022-ben, visszafordítják, mert visszafordítják ezt a folyamatot, de amikor megkérdezzük mi újságírók, hogy hogyan, ha nem kétharmaddal nyernek, akkor viszonylag világos, ha nem kétharmaddal nyernek, hogyan, arra nincs válasz, illetve mostanában jön egy-két válasz és egy-két gondolat, majd arról is kérdezem Mellár Tamásról, hogy lehet ezt visszafordítani? Három szaktekintélye a magyar jogásztársadalomnak, két volt igazságügy miniszter és egy volt alkotmánybíró ma tette közzé a gondolatait, Vörös Imre, Bárándi Péter, Forgács Imre. Erről, hogy az ellenzéknek nem akkor kell készülni a kormányzásra, hogyha reményeink szerint megnyertük a választást, és milyen igazat adok neki. Csodálatos dolog az emberek bizalmából választást nyerni. De aztán jön a kedd, a következő péntek, meg szerda. Nem azért érdemes győzni, hogy valakit legyőzzünk. Azért érdemes győzni, mert jobban érdemes, jobban kell kormányozni. És arra nem a győzelem után kell felkészülni. Én ezt értem, de akkor azt a győzelem, a lehetséges győzelem előtt is meg kellene mondani, hogy hogyan. Ugye ahhoz a gondolathoz, hogyha nyer az ellenzék 2022-ben, és nem kétharmaddal, akkor is legyen új alaptörvény. A jelenlegi ez meg kell szabadulni, nem csak ők írtak erről, hanem Elek István, Flex Zoltán, Bárándi Péter, Lengyel László, nem szeretnék senkit kihagyni. Hogy lehet alkotmányozni nem kétharmaddal? Úgy, hogy az ország egyik fele nem mondja majd azt, hogy ez akkor már nem jogállam. Én ezeknek a felsorolt és név szerint most nem említett embereknek a szakmai tudásába és tekintélyében megbízom. Van, amit a politikának megvalósítani kell, és a gondolatot, meg a szakmaiságot elfogadni egy direkt mód a pártpolitikán kívülálló körtől. Ez egy olyan együttműködést tud hozni, amit az ő jogi, jogászi tapasztalatok és tudásuk tud megoldani. De csak lépésről lépésre. Tehát most először az kell, hogy minél több ember érezze, hogy van esély, hogy érdemes elmenni választani, hogy a meccs komoly téttel bír, de azért ezt még nem nyertük meg. Ne beszéljünk úgy. Nagyon is azt mondom minden társamnak, az én pártomon belül és az összes szövetséges pártnak. Nagy csatára kell készülni, de ebben a nagy csatában jó esélyünk van győzni. De győzni, mondom még egyszer, az országért, a kormányzásért kell, és nem önmagáért a választási győzelemért. Még egy gondolat, Mellár Tamás is egyébként új alkotmányról beszél. Azt mondja, hogy az új alkotmányt népszavazásra kell bocsátani, hogy kellő felhatalmazása a jogállami keretek között szabadítsa meg az embereket a NER-től, meg az illiberális államtól. Egyetérte, vagy mekkora az egyetértés az ellenzékben ezzel kapcsolatban? Lehet-e úgy alkotmányozni, még egyszer mondom, mondjuk esetlegesen kétharmad nélkül, de ellenzéki győzelemmel, hogy népszavazásra erősíteni kell a közvetlen demokrácia minden lehetséges formáját. Ebbe értelemszerűen a népszavazás egy kiemelt jelentőségű eszköz. Úgyhogy amit Mellár mond, amit egyébként a többiek is, igen, én ezzel egyetértek. Azt mondta ma egy interjújában, hogyha nyer az ellenzék, akkor nem valószínű, hogy a Fidesz gratulációval veszi tudomásul ezt a vereséget. Miért gondolja ezt, vagy miért mondja ezt? Hát azért, mert emlékszem 2002-re. 2002-ben megnyertük a választást. Őtőlük vettük át a kormányzás lehetőségét. Ők voltak a felelősek azért, hogy tisztán és rendben menjen a választás. Aztán azt az eredményt nem fogadták el. Háromszor számoltatták meg a szavazatokat. De tehát számít arra a szavazat újra számás, vagy csak egyszerűen arra számít, hogy nem gratulálnak, nem mindegy a kettő, hogy utána milyen procedúra jön. Mire számít? 2002-ben nem nyomot hagyott, és úgy látom, hogy több mint 10 év kormányzása sokakat azon az oldalon életvitelszerű győztesekké tett. Azt hitték, hogy életvitelszerű győztesek. Attól nehéz megválni. De hát a
demokratikus választás, már csak ilyen, el kell menni majd szavazni, le kell őket váltani, és jobban kell kormányozni. Egy kérdésre maradt időnk, önt indítja az MSZP és a Párbeszéd Pesterzsébeten, Kispesten, hogy a 16. számú választókerületben. Beáll-e más párt ön mögé? Tud erről valamit mondani? Ugye tudjuk, hogy a Jobbik a 15-ben beállt Kunhalmi Ágnes mögé, és egyébként Fejér megyében Kálló Gergely mögé a 4-es számúban beállt az MSZP. Lesz-e előválasztásod? Én 4-szer nyertem egyénit. A pesterzsébeti és a kispesti szavazók támogatásával 4 alkalommal győztem le a Fidesz jelöltjeit. A Fidesz tekintem ellenfelemnek, mindenki mást vetélytársnak. Ha más párt vagy pártok számára meggyőző az, hogy 4-szer nyertem már egyénit, akkor ez számomra megtiszteltetés, ha támogatnak. Most akkor ezt úgy fordítom le, hogy várja, hogy beálljanak ön mögé, tehát az... Nem. Azt mondtam, hogy őszintén megtiszteltetés, ha elhiszik, hogy tudok győzni, 4-szer már győztem, őszintén remélem, hogy 5-ször is meg lesz a támogatás. Jó, de akkor konkrétan még nincs párt, aki beállt ön mögé, és biztos, akkor nem tudja megmondani, hogy lesz-e ott előválasztás, vagy nem. Az biztos, hogy az ő dolguk eldönteni, bejelenteni. Én a Fidesz tekintem ellenfelemnek, minden mást, az előválasztáson indulót azt vetélytársamnak, mondom még egyszer, hogyha elég meggyőző az, hogy 4-szer nyertem, akkor megtisztelő, hogyha támogatnak. Hiller István, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.